Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Hősök Ligája, ahol a szeretet ereje a szavazatok számába konvertálódik át. Előző héten Albert Wesker hívta ki Yoda mestert, aki már előtte letarolt pár hőst, és úgy gondolta, hogy miért is ne? Pusztítsuk el Weskert is. És Weskernek, a szupererős, szuperintelligens embernek egy hete volt rá, hogy legyőzze a kis zöld Jedit. Hát nem sikerült neki. Yoda mester győzött, ő jutott tovább ezen a héten. De várjon csak! Mi ez a süvítő hang? Yoda mester e heti ellenfele nem más, mint Rainbow Dash. Szavazni pedig úgy lehet, ha megvárjátok a videó végét, és rákattintotok kedvenc hősötök kártyalapjára. A kommentekben nem lehet szavazni, viszont meg lehet győzni a többieket, hogy miért szavazzanak a te kedvencedre. Yoda a valahaiért egyik legerősebb Jedi mester. Midichlorian szintje átlagon felüli, egyetlen egy riválisa van ezen a téren, az maga Darth Vader. Sajnálatos módon őt sem mondhatjuk viszont sikeres mesternek, hiszen ő is kitanított egy Sithet. Rainbow Dash egy póni, ami nagyon sokaknak pontosan emiatt nem is lesz soha szimpatikus. Ettől függetlenül viszont hatalmas nagy rajongótáborral rendelkezik, és bárhol megjelenik, ő 20%-kal coolabb bárki másnál. Ez sajnos tény. Tehát szavazásra felkészülni, My Little Pony és Rainbow Dash, vagy pedig Star Wars Yoda fog tovább jutni ezen a héten. Ti döntitek el, szavazzatok kattintással, várjuk az eredményeket.